Köszöntöm a Karcag Televízió valamennyi kedves nézőjét a Térségünk című műsorunkban. Mai vendégünk Molnár János, a Berekfürdő község polgármestere. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszönöm a meghívást, és sok szeretettel köszöntöm én is a tévénézőket. Ha lehet, akkor külön kiemelten az otthoni berekfürdői lakosokat, akik tudják nézni ezt az adást. Mai beszélgetésünk témája mi más is lehetne, mint Berekfürdő, amelyet ugye nagyon sokan itt az országban és külföldön is elsősorban a gyógyvizéről, az igen magas jódtartalmú gyógyvizéről ismerik, és szokták mondani a mozgásszervi megbetegedések mekkájának is. Ugye Berekfürdő első számú nevezetessége a gyógyvízű strand. Ha jól tudom, az elmúlt évben, a 2015-ös esztendőben változások, infrastruktúra fejlesztés, bővítés zajlott ezen a területen. Legyen szíves erről nekünk beszélni néhány szóban. Mi történt a gyógyvízű strandfürdőben? Ez így van, valóban Berekfürdőt leginkább erről ismerik, és ezt nem csak mint polgármester tudom igazolni, hanem mint a Megbékélés Házának a vezetője. Több mint 25 éve dolgozom ott, és látom azt, hogy ha semmi más nem nézek, csak azt, hogy a Megbékélés Házába, református területen belül nem csak Magyarország, egész Magyarországról, hanem egész Európából, sőt időnként Európán kívülről is jöttek. Ők szinte mind mentek a fürdőbe, és nagyon jó véleményeket mondtak magáról a vízről. És konkrétan kapcsolódva a kérdés második feléhez, a felvetés második feléhez, milyen változás történt. Ami nagyon régóta szükséges, esedékes, és nagyon régóta várja minden bereki lakos, egy komolyabb változás, komolyabb fejlődés, az valóban az elmúlt évben megtörtént. Ennek nagyon örülünk. Ezt külön köszönöm, úgy gondolom, minden bereki nevében, de nem csak a berekiek, hanem minden olyan odajövő vendég, aki bárhonnan az országból, a világból jön, mindenki nevében meg kell köszönnöm az előző testületnek, előző polgármesternek, hogy elszánták magukat, és egy jó döntést hoztak. Volt sok próbálkozás már korábban, egyik emiatt, másik amiatt a dolog miatt meghiúsult, hol nem jó sikerült előkészíteni a pályázatot, hol túlzás, tehát túl nagy léptékben gondolkodott akinek éppen lehetősége volt rá. Mindenkinek meg volt valamilyen alapja, de annak nagyon örülünk, hogy ez megvalósult, realizálódott, és ennek két része volt, két elég jól elhatárolható része volt ennek a beruházásnak. Egy külső úgynevezett élmény, vagy ifjúsági medence. Ez, amikor nagyon szerettük volna, május 1-ére elkészült, tehát gyakorlatilag a teljes szezont, azt a teljes szezonban már lehetett használni. Ilyen komoly, jó visszajelzések vannak róla, és a vendégforgalomban is nagyon jól látszik a pozitív hatása. A másik része a beruházásnak az pedig egy fedett, szokták kérdezni, hogy megújítottuk a fedett fürdőt? Nem. A régit teljesen le kellett bontani, és gyakorlatilag egy teljesen új, ugyanazon a helyen. Nem túl nagy léptékű, de mégis nagyon nagy jelentőségű ez, hogy az új fedett elkészült. Ennek ezt is gyakorlatilag augusztus vége, szeptember óta használhatják a vendégeink. És ennek is már látszanak a komoly hatásai. Nyilván ez még nem olyan hosszú idő, hogy igen komoly következtetéseket lehet levonni belőle, és semmiképpen nem tehát azt a következtetést semmiképpen nem szabad levonni, hogy most aztán havaj dőljünk hátra, mert minden rendben van, hanem sok feladatunk van még, de egy nagyon-nagyon komoly lépés volt afelé, hogy legyen elég munkahely Berekfürdőn, jól elfogadhatóan meg tudjunk ott élni.
Ugye megtörtént most a tavalyi évben a fürdő felújítása, úgymond bővítése, mert ugye medencék is kerültek kialakításra, de ahogy ön is mondta, itt most nem áll meg a gondolkodás és a tervezés. Tartalmilag hogyan gondolja, hogyan lehetne még tovább fejleszteni, hogy ebből a fürdőből többet lehessen kihozni, természetesen az igénybe vevőknek a számára. Én mindenképpen úgy gondolom, és akikkel Berekfürdőn erről úgy tudunk beszélgetni, akik döntéshozók vagy használói a fürdőnek, bármilyen formában érintettek benne, abban mindannyian egyetértünk, hogy a legfontosabb lépés az kell legyen, hogy a gyógyászatot kell fejleszteni. Ennek több oka van, hogy ezt így mondjuk, hogy ezt gondoljuk. Az egyik az, hogy Berekfürdőn a munkalehetőség, a megélhetés az most nagyon döntően az idegenforgalomhoz, turizmushoz kötődik. Van más is, de az nagyon elenyésző ehhez képest. Ez viszont jelenleg Berekfürdőn eléggé a nyárra koncentrál. Egy kicsit olyan, szoktam használni ezt a Balaton-szindróma kifejezést, amit szeretnénk elkerülni, hogy nyáron nagyon sok vendég, aztán semmi. Hát a nyári sok és az azon kívüli kevés, ezt közelíteni kéne egymáshoz, nyilván nem úgy, hogy a nyárit lecsökkenteni, hanem a télit felemelni. Az egyértelmű, hogy mindig meg lesz egy különbség, de nem mindegy, hogy az mekkora. Ez a munkavállalás szempontjából is egy nagyon lényeges dolog. Tehát az nem egy szerencsés történet, hogy nyáron van bőven munkalehetőség, és akkor télen vagy tavasz-ősz időszakában pedig nagyon kevés. Ez semmiképpen nem egészséges. Sem a működtetés szempontjából, de az ott lakók szempontjából még kevésbé. Tehát a megélhetés az akkor jó, hogyha folyamatosan van munkája, és folyamatosan van fizetése is valakinek. Ezen a dolgon ez nagyon sokat segíthet. Tehát ha a gyógyászatot tudjuk fejleszteni, és ott egy nagyon igényes, nagyon jó színvonalú gyógyászatban szabad csak gondolkodni, ha ezt meg tudjuk lépni, akkor van esélyünk arra, hogy az őszi, téli, tavasz időszakban is több vendégünk van, hiszen az folyamatos, ott nincs időjáráshoz kötve. Ott tudunk támaszkodni arra, csak a mindennap jövő, aztán menő vendégek, akik felveszik a gyógykezeléseket azokra is, hiszen Berekfürdő olyan szerencsés helyzetben van az utazás szempontjából, ha ezt nézzük, ha csak két buszvonalat említek, a Gyöngyös-Debrecen vagy a Szeged-Miskolc vonalat, mert akik ezen a vonalon vannak, eljönnek az egyik busszal, felveszik a kezelést, az ellenjárattal hazamennek. Ez nálunk sokat csapódik. Tehát nem csak a helyiekre koncentrál. De ami még ennél is lényegesebb a mi szempontunkból, hogy ott alvó vendégeket lehetne ezzel generálni, ebben a kevésbé igénybe vett időszakban, tehát a téli időszakban. Értem. Ugye, ha több látogatót várnak Berekfürdőre, ugye a szolgáltatások bővítésére, ahogy ön is mondta, most hozzá kapcsolódik az, hogy a szállás lehetőségek is biztosítva legyenek a településen. Igen. Ebben a tekintetben most hogy áll Berekfürdő? Kemping van esetleg, vagy az fejlesztésre került-e? Elegendő-e a szállás helyek száma? Azt mondom, hogy egyrészt nagyon jól áll. Másrészt mindig van mit fejleszteni, javítani, mindig van, ami elhasználódott, és azt fel kell újítani. Ez egy másik nagyon jó adottság és örökség, amit kaptunk, hogy Berekfürdőn a kempingtől a négycsillagos szállodáig, közte nagyon sok magánszálláshely keresztül, szinte minden szálláshely megtalálható. Ez kinek-kinek az igény szintjéhez igazítható, illetve a pénztárcájához. Ez egy nagyon nagy lehetőség, és ez kapcsolódik is az előző gondolatmenethez, hogyha
hogyha tudjuk nyújtani a szezont, akkor ezeket a szálláshelyeket be lehet vonni a téli időszakba is, ami megint csak munkahelyteremtő. Tehát ha a gyógyászatot tudjuk fejleszteni, akkor az nem csak ott ad néhány embernek plusz munkát, és a fürdőnek egy kicsit több bevételt, ami nyilván megint munkahely megtartó, hanem kint a településen a szállásadóknak munka lehetőséget ad, az is, ha szállásonként csak egy-két ember, az is nagyon sok egy ilyen kis település életében, illetve a vendéglátás. Ott megint csak akkor működhet ez, hogyha ez egyik a másikat viszi, ha a vendéglátásunk is jó, tehát az étkeztetés, mondjuk a kocsmákat is, tehát bátran ezeket mind, ezek mind fontos dolgok. Ha ezeket jó színvonalon csináljuk, akkor ez mind-mind vendéget hoz, és az jó Berekfürdőnek és jó a környéknek nyilvánvalóan. Ha most a vendéglátásról beszélt, étel meg vendéglátóipari egységeket tekintve, hogy a fürdőétterem mellett található a park étterem. Ez az étterem esetleg megújul-e, csatlakozik-e a fürdőhöz színvonalában? Erről lehet-e esetleg valamit tudni? Igen. Ahogy mondtam, én durván 25 éve élek Berekfürdőn, és a parkétterem mindig meghatározó volt. Az utóbbi években sajnos egyre kevésbé. Régebben egész évben nyitva volt, az utóbbi néhány évben már csak a szezon idején. És ahogy hallom, az azt megelőző időszakban pedig nem csak Berekfürdőn, hanem a környék életében nagyon meghatározó volt a parkétterem, nagyon nagy forgalommal, hiszen egy viszonylag nagy alapterületű és tényleg színvonalasan működő étterem volt. A eddigi tulajdonosok egy ideje próbálják eladni. Ennek több oka lehetett. Most valóban tulajdonosváltás van. Új tulajdonosa van az étteremnek. Egy elsőkörös egyeztetésben még az önkormányzatot is megkeresték, ezt külön köszönjük is nekik, ebben látszik az a komoly szándék, hogy ők az éttermet úgy szeretnék működtetni, hogy egy nagyon magas színvonalon a fürdőnek, a falunak az érdekét figyelembe véve, és nyilván a saját érdekeiket is, tehát ezeket egyeztetni, hogy az önkormányzat pedig próbál úgy hozzáállni, hogy az új tulajdonosnak is ez hasznára váljon. Ettől megint sokat várunk. Reménység szerint ez egy gyümölcsöző új kapcsolat lesz. Akkor kíváncsian várjuk a fejleményeket, és szurkolunk, hogy minden az előzetes elképzelések szerint valósuljon meg. Reménység szerint a szezon már így indul. Úgy legyen. Köszönöm. Úgy legyen. Ugye eddig a turizmusról beszéltünk, és ugye azt mondtuk, hogy Berekfürdő igazán csak nyáron él. Még maradjunk egy kicsit a nyárnál, hiszen nem csak a gyógyvízű strandfürdő van, hanem azért valamiféle kulturális élet is zajlik a községben. Hallunk nyári táborokról, képzőművészeti tábor, írótábor. Meséljen nekünk ezekről egy kicsit. Mióta vannak ezek a táborok? Hogyan működnek? Három ilyen művésztábor működik Berekfürdőn elég régóta. A legelső az több mint 20 éve működik megszakítás nélkül, ez a festőtábor. Ez inkább tavasszal szokott lenni, tehát nem annyira nyárhoz kötődnek ezek. A másik 5 évvel később indul, tehát az is már 16-17 éve működik az írótábor. A harmadik egy picivel, megint 2-3 évvel később indult, az pedig a kézműves tábor. A kézműves tábor az, ami leginkább a közvetlen környékhez kötődik, hiszen ott Berekfürdő és környéké, hát a környék az Karcag, Tiszafüred, kicsit távolabb még Mezőtúr, körülbelül ezt a részt öleli fel, illetve néhány testvértelepülésünk, ott a legtávolabbi a Csíkszentkirályi, ahonnan szoktak jönni kézművesek. Vannak fafaragók, mézes kalácsos, veszőfonás, fazekas, természetesen fazekas, ilyen jellegű kézművesek jönnek.
akik komoly népiparművészek, és a település ilyenkor vendégül látja őket, de a vendégüllátás azt jelenti, hogy ők mindig hagynak ott nagyon, nagyon komoly értékeket. Ez a legkézzel foghatóbb, ez a kézzel tábor, mert legutóbb például a Berekfürdői temetőnek a bejáratát, a kapuját, annak oszlopát és két oldalt kicsit a kerítést, ezt újították meg nagyon szép fafaragással, amit ezúton is szeretnék megköszönni nekik, de hagytak ott vesszőből készült dolgokat, bútorokat, fazekas termékeket, amiből szívesen kínáljuk a vendégeket, akár egy kupica jó pálinkával, vagy pedig valami jó magyaros étel, vagy egy birkapörköltel, vagy mással is. A másik kettő, az is hasonló, legkevésbé talán az írótábornak az eredménye, ami legkevésbé kézzelfogható, de ott is megvan az, ezt Körmendi Lajos indította el még, rá mindig nagyon szívesen emlékezünk, és az ő hiányát azt mi is nagyon érezzük. Ő indította el az írótábort, ott is vannak határon túliak, erre mindig igyekszünk figyelni, hogy nem csak a magyarországi, hanem a határon túliakat is bevonni. Hogy a kapcsolattartások, egymásról tudni, egymás értékére figyelni, ezzel magunkat és egymást erősíteni. Ez mindig egy fontos szempont ezekben. Tehát akkor megállapíthatjuk, hogy Berekfürdő nem csak ugye a gyógyvizéről híres, és az vonza az embereket, hanem a művész embereket is vonza, akik itt találkozhatnak. Valószínűleg maga a településnek, magának a településnek van egy ilyen varázsa, egy ilyen bája. Biztos abban rejlik, hogy ott még nyugalom van, nincs elvárosiasodva, gyönyörű fák, a természet, tehát ott még megtalálja az ember azt a nyugalmat, amire vágyik, hogyha kikapcsolódni szeretne. Igen, ezt külön köszönöm ezt a gondolatmenetet, mert ez megint egy nagyon hangsúlyos része a településnek. A nevében is benne van, hogy Berek, tehát egy fás, vizes élőhely, egy kisebb rész, ugye a Bereknek ez a jelentősége, jelentése. És ez megint egy nagyon jó örökség, amire nagyon oda kell figyelnünk, és igyekszünk figyelni rá, hogy új fákat ültetni, a régieket nem kivágni, csak hogyha szükséges, telepíteni, akár a fürdőterületén, akár a település más részein is. Nyilván ezeknek vannak mindig nehézségei, mert vannak olyan fák, amik még egyébként egészségesek, de más szempontból zavarók, hogy most vágjuk, ne vágjuk. Ebben vannak viták is település lakói között is, és település egyes lakói, illetve az önkormányzat között. Igyekszünk ezekről beszélni, ezek nem könnyű dolgok, de a fontos az, hogy a nagy zöld felületet megtartani, gondozni, karbantartani, és a jövőnek átadni, hiszen ha most nem ültetünk fákat, akkor mi még remekül el vagyunk ezekkel a 40-60-80 éves fákkal, és örülünk neki, élvezzük, de ha nem ültetünk, akkor az unokáink, dédunokáink lesznek gondban, és az a nagy előnye ennek a fürdőnek, ami most megvan, fiatalabb fürdőkkel szemben, hogy ott kevés a fa, legfeljebb 20-30 éves fák vannak, az még nem ad olyan sok árnyékot, nekünk pedig nagyok vannak. Ezt az örökséget tovább kell adnunk. Tehát ezekre figyelünk. Ez figyelünk. Nagyon helyes. Ugye egy településnek, jelen esetben egy községnek igen fontos szempont az is, hogy a népességet valahogy megőrizze, tehát hogy az emberek ne menjenek onnan el. Ugye ebben nagyon fontos szerepet játszik, tudjuk, az iskola, az óvoda. Berekfürdőn hogyan működnek ezek az intézmények? Az iskola, mint talán mindenhol Magyarországon klikkes iskola, klikkhez tartozik. Ott úgy gondolom, hogy azt még csak kiválóként figyeltem, mert akkor nem voltam polgármester, amikor ez a
váltás volt. Az első lépések mindig nehezek, mindkét részről úgy gondolom, ez természetes. De viszonylag jól beálltak ezek a dolgok, azzal együtt, hogy, és ezt megint úgy gondolom nem mondok nagy dolgot, hogy minél nagyobb egy rendszer, annál lomhább vannak, annak nyilván előnyei is, de a hátrány az, hogy lomha a hirtelen dolgokat, azokat nehéz gyorsan korrigálni. De az ilyen kisebb karbantartásokban azokban az önkormányzat igyekezett úgy segíteni, hogy ne várjuk, amíg megjárja a nagy rendszert, hanem akkor abban gyorsan segíteni tudunk, és ez így kell működni ezután is. Az óvoda viszont önkormányzati fenntartású, de csak ezek, amik mondtam, ez csak a működtetésben, tehát a karbantartásban inkább ilyen részen lehet jelentősége. Amúgy a legfontosabb az, hogy milyenek a pedagógusok, milyenek az óvónők, a dajkák, és milyen a gyerekek és a köztük való kapcsolat, ez meghatározza a szülő és a nevelő közötti kapcsolatot is. Igyekszünk a bürokrácia nehézségeit leküzdeni, ha lehet pár kedves szóval, vagy más egyéb segítséggel. Az iskolának van egy alapítványa, ezen keresztül is tudja az önkormányzat segíteni például a kirándulásokat, ezek nagyon lényegesek, vagy ott is a testvértelepülési kapcsolatok tartását, hogy akárha mi utazunk Belegfürdőnek, és van 7 testvértelepülése, mindig nem tudunk mindenhova elutazni, de igyekszünk is, hogy ebben az iskolások is részt vegyenek, ezzel is ösztönözve őket, hogy ne felejtsék el ezeket a kapcsolatokat, ha nagyobbak lesznek, akkor nekik kell ezt továbbvinni. Tehát akkor az önkormányzat mindent megtesz a gyümölcsöző együttműködő kapcsolat érdekében az iskolával, hát, hogy mindent, is. Hát azt nem tudom, de igyekszünk. De a jó indulat az megvan. A szándék az mindenképpen megvan, és igyekszünk, igen. Így van. Ugye eddig arról beszéltünk, hogy a turizmus az első számú életben tartó ereje Beregfürdőnek. Mi az, amit még tud nyújtani Beregfürdő az ott lakóknak? Az önkormányzat milyen munkalehetőségeket tud esetleg biztosítani? Tudunk erről beszélgetni? Hát sajnos nagyon korlátozottak a lehetőségek. Nem szabad elfelejteni, hogy kis település. Összesen alig több mint 1200 állandó lakos van. Azonnak is egy része oda van bejelentve ugyan, de tudjuk, hogy nem, hát inkább nyári időszakban laknak ott. Tehát mondjuk egy 1000 fős településről lehet beszélni. És valamikor három lábon állt a település, az egyik lába, a mezőgazdaság, az nagyon hamar sajnos kiesett, az országban sok helyen van így, hogy sok ilyen hely van. Maradt kettő, az ipar és a turizmus. Nagyon nagy szomorúságunkra néhány évvel ezelőtt az ipar legmasszívabb része, az üveggyár, az is megszűnt. Ott vannak még próbálkozások az újindításában. Ebben én most nem kívánok nyilatkozni. Nagyon jó lenne, nagyon szeretnénk, hogyha ez működne és jól működne, de csak ha jól működne. A Bereki fátyolüveg az nagyon ismert volt annak idején. Így van, igen. Így van. A fátyolüveg ugye az Bereki Szabadalom volt, ugye a Karcag üveggyár, de Beregfürdőn az egy világszabadalom volt, nagyon híres volt, azon kívül a többi dísztárgy, és ott olyan gyönyörű színes üvegek voltak ott, hogy, és én, aki nem dolgoztam benne, nekem nagyon őszintén mondom, vérzik a szívem, amikor elmegyek az üveggyár mellett. Nem is szívesen nézek arra fele, hogy látom, hogy milyen állapotban van. Aki ott dolgozott, az mit gondolhat? Jó lenne nagyon, ha legalább részben újraindulna. Ezt nem tudom. Milyen lehetőség van még ezen kívül? Van egy kisebb ipari üzem, egy német-magyar közös vállalkozásban működő ledizókat gyártó üzem. Ez most durván 15 embert foglalkoztat, tehát nem nagy, de mégis van, és ennek nagyon örülünk. Ennek olyan hatása is van, hogy
többen, akik kisebb-nagyobb kisebb-nagyobb épületek, vagy akár szállodák innen veszik a ledízzókat, mert olcsóbb közvetlenül a gyártótól venni, ha garanciális probléma, akkor vissza lehet vinni, nagyon rugalmasak ebben a dologban. Más ipari jellegű nem nagyon van. Van azért a mezőgazdaságban maradt valami nyilván, hiszen környék legnagyobb biogazdálkodása ott van Berek határában, részben Berekfürdőn, a húgai kertészet, de nem sok embernek, tehát Berekfürdőn viszonylag kevesen dolgoznak ott. Van más mezőgazdaság is, tehát van néhány vállalkozó Berek környékén, de tényleg nem sok embernek adnak munkalehetőséget. Ami iparjellegű, az mint az előbb említettem, ez van. Szeretnénk, hogyha lenne, tehát nagyon nyitottak vagyunk, és keresünk is olyan kapcsolatokat, hogyha valaki Berekfürdőn vagy Berekfürdőhöz tartozó külterületen valamilyen vállalkozást szeretne indítani, akkor abban partner az önkormányzat. Akkor is, hogyha ez ipari jellegű, akkor is, hogyha a turizmushoz tartozik. Nekünk nyilván az lenne fontos, hogy bármilyen vállalkozás indul, akkor az lehetőleg ne a nyárra koncentráljon, mert az már így is elég erős. Hanem erősítse a fürdő főszezonján kívüli időszakot, akkor adjon munka lehetőséget. Ez kapcsolható nyilván az idegenforgalomhoz is. Ilyen elképzelések is vannak, majd látjuk, hogy mi lesz belőle. Egy település nagymértékben meghatároznak a rendezvényei. Vannak hagyományos rendezvényeik egy településnek. Gondolom ez a Berekfürdő is így van. Melyek azok, amelyeket meg lehet említeni ezek közül, amik nagyobb szabású rendezvények? A rendezvények is, ott is igyekszünk abban az irányba még jobban elmozdulni, mint ahogy korábban volt, hogy ne csak a nyárra koncentrálódjon. Ez természetesen így alakult, hogy amikor több vendég van, akkor volt több rendezvény. Most próbálnánk azt, hogy ez most is így kell, hogy maradjon, de próbáljuk a szezonon kívüli időszakra is hozni a rendezvényeinket, hogy azzal is segíteni azt, hogy többen jöjjenek a főszezonon kívüli időszakban. És elég változatos programjaink vannak. Tehát igyekszünk azon is dolgozni, hogy minél változatosabb legyenek, ne egysíkúak legyenek. Próbáljuk lefedni az egész évet, ami egy pár éve beindult, például külön kiemelek a Tepertő Fesztivál, kimondan télen van. Sok helyen van Böllér Fesztivál, meg ilyen-olyan disznőléshez kapcsolódó fesztiválok. Ezekkel nem lenne szerencsés konkurenciát indítani, senki nem járna jól, semmi, se ők. Tehát próbálunk olyanokat keresni, ami még nincs, vagy ami még elfér ugye ezen a piacon. Tehát ez a Tepertő Fesztivál, és ez kimondott a lakossági kezdeményezésre indult, vagy Advent egy eltyagyújtás, egy más hangulat. Ezek most már hagyományként mennek tovább. De vannak nagy koncertek, nagy komoly koncertek a nyári időszakban. Nem tudom, hogy érdemes-e kiemelnem. Van a Bereki ajánló, illetve a Berekfürdő honlapja, amiben ezeket meg lehet nézni. Ezzel is inkább biztatok mindenkit, hogy keresgélje ezeket, mert én most elmondom, azt elfelejtik, ha elkezdik keresni, akkor többet foglalkoznak vele. Próbáljuk azt, hogy ne csak rock vagy beatzene, vagy ilyen jellegű koncertek legyenek, hanem operettet behozni. A nóténeklés az régóta bent van Berekfürdőn, de a néptáncot, népi hagyományokat igyekszünk még jobban bevonni. A Bereki hagyományőrző néptánc csoport elég jó kis táncegyüttes, amatőr szinten, jó kapcsolatai vannak más irányban, és rajtuk keresztül is igyekszünk ezeket népszerűsíteni, bővíteni.
csillagászattal kapcsolatosan elég régóta van tábor, ami egy hetes tábor szokott lenni, és ez ismeretterjesztés, ami megint csak egy elég sok embert érint, sportot igyekszünk jobban bevonni, és ezeket tényleg próbáljuk úgy, hogy nem csak a nyár, hanem az egész évet lefedi. Ebben ez azért is nagyon fontos, mint amit említettem, hogy a fürdő magában kevés, mindig kell adni valamit még mellé. És ezek a kulturális, sport és egyéb olyan programok, amik lekötik az embert, akik odajönnek, és szeretnénk azt is, hogy legyenek olyan programjaink, hogy kimondtan ezért jöjjenek oda Berekfürdőre vendégek, ne pedig máshova menjenek. És ebbe ez még egy számomra egy hangsúlyos rész. Polgármesterként ezt nagyon fontosnak tartom Berekfürdő szempontjából, hogy ne csak önmagunk akarjunk csinálni valamit. Mert az fontos, jó, de kevés. Minél nagyobb kört be kell vonni, jó kapcsolatokat kell kiépíteni, nyilván a szomszéd településeket, Karcakkó, Madaras egyértelműen, de a Tiszató, Hortobágy, minimum ez a kör, de Eger, Debrecen vonzás körzetéig ki kell tekintenünk. Egészen odáig programokat kell adnunk a hozzánk jövőknek, illetve az ott levőknek pedig Berekfürdőt kell reklámoznunk. Ezeket olyannyira szoktuk figyelembe venni, különösen a közellevőket, hogy egyet külön szeretnénk megemlíteni, nem csak azért, mert a Karcak TV-ben van ez a műsor, hanem amúgy is fontosnak tartjuk, hogy a rendezvényeinknél figyelünk arra, hogy amennyire tudunk, nyilván nem lehet teljesen, de amennyire tudunk, hogy a szomszéd településeknek legalább a nagyobb hangsúlyú rendezvényei idején mi ne csináljunk nagy rendezvényt. Egyet külön kiemelve, mikor a Karcagi Birkafőző Fesztivál van, akkor véletlenül se csináljunk valami nagy rendezvényt Berekfürdőn, ellenkezőleg a Bereki ajánlóba mi Karcagi Birkafőző Fesztivált ajánljuk a vendégnek, hogy ide jöjjenek el, mert érdemes, mert el kell jönni. És mi magunk is itt akkor, mint az előző évben, ezt ezután is ide akarjuk csinálni, egy bereki sátrat több bereki birkafőzővel idehozunk, és a vendégeket is itt szeretnénk látni. Aztán majd jön vissza este egy jó fürdésre, így van. Miután itt jól érezte magát. Az elmúlt percekben ugye beszélgettünk arról, hogy mi történt eddig Berekfürdőn, hogy most mi van Berekfürdőn, és a település vezetőjének vannak elképzelései a jövővel kapcsolatban, és hogyha ezt egy pár mondatban röviden kéne megfogalmazni, hogyan összegezni, mit képzel Berekfürdő jövőjének, hogyan gondolja el Berekfürdő jövőjét? Álmok azok mindig vannak, kell, hogy legyenek, nagy álmok, azt mondtam, vissza kell lépni a földre, és ott, amit csak lehet megvalósítani az álmokból. Én is úgy képzelem el Berekfürdőt, mint az elődeim, hogy maradjon meg egy kedves, élhető, emberközpontú településnek. Maradjon meg annak a településnek, ahol fontos az, hogy legalább a nyári időszakban minél több családos jöjjön el, gyerekekkel, érezzék ott jól magukat. Ebben benne van egy kicsit az is, hogyha a gyerek jól érzi magát valahol a szüleivel, ahol nyaralt, akkor majd, ha nagy lesz, akkor később visszavágyik és visszajön. Tehát megint a jövőnek az építése is benne van ebben, de nyilván a jelen is. Nyilván szívesen látjuk őket más időszakban is, de ők inkább iskolaszünetben tudnak eljönni. Minden más időszakban elsősorban azokat várjuk, és úgy gondolom, ez hosszú távon így kell legyen, amire a bereki gyógyvíz predesztinálja a települést. Tehát vagy olyan vendégeket várunk, és olyanokra kell koncentrálni, akiknek már van valami reumatikus, izületi nyavajájuk, hogy itt fáj, ott húz, és erre nagyon jó a bereki víz, vagy akiket szeretnék megelőzni, az a középkorosztály. Vagy egyszerűen csak jó érzik magukat a gyógyvízben, hiszen nagyon jó.
ebben szeretnénk azt, hogy a téli időszakot jobban hangsúlyozni. Hiszen ezt kevesen tudják, akik tudják, azok viszont biztos vagyok benne, hogy egyetértenek velem, hogy télen még talán jobb a meleg vízben üldögélni, mint nyáron. Erre szeretnénk, ebbe az irányba szeretnénk mozdulni. És sok minden kell ehhez nyilván, tehát a fürdőfejlesztés, ahogy mondtuk, ezt most már csak önerőből tudjuk csinálni, hiszen a pályázati lehetőségek megszűntek ebben az irányban, de a szállás lehetőségek, a program lehetőségek, olyan dolgokat szeretnénk, amire most még korai konkrét dolgokról beszélni, de a szándék az megvan, hogy ami külön programot ad, és ez szint lehetőség szerint egész évben, ilyeneknek a működtetésében. Nyilván, amiről szó volt, az mind fontos, a kultúra, a programok. Ami még egy hangsúlyos a számomra, hogy nagyon könnyű belesni abba a hibába, hogy valami most egy kicsit hiányzik, akkor arra erősen koncentrálunk, és a többiről kicsit elfeledkezünk. Az arányok, hogy ne menjenek el nagyon, hanem ezeket egyiket a másikkal összhangban ne csak a kultúra legyen, hanem épüljenek utak is, járdák is, azoknak a felújítása. Erre például van a testületnek egy határozata, és ezt tartanunk is kell, hogy minden évben egy minimális összeget, nem nagy összeg, tavaly 5 millió forintot mondtunk, hogy ennyit el kell költeni utakra, minimum ennyit, de lehetőleg többet költeni kell ezekre. Az iskola az nagyon fontos, az óvoda is. Beregföldön még tovább kell erősíteni a civil szervezeteknek a jelenlétét. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy kis település, és ezt figyelembe veszük, hogy egy kis településen mennyi minden van. A civil szervezetek közül csak néhány, ami eszembe jut, hogy már említettem a néptánc csoportot. Van Bereg Irodalmi Társaság, van Horgász Egyesület, Sport Egyesület, van Bereki Kertbarátok köre. Van kézműves szakkörét kimondtam a néhány asszony nagyon nagy, komolyan nagyon nagy örömömre a kunhímzést kezdték felkarolni ismét, és nagyon szép dolgokat csinálnak. Annyi minden van, hogy amikor panaszkodunk Beregfürdőn, hogy valami rendezvényben és kevesen vagyunk ott, akkor visszakérdezek önmagamtól is, hogy mit csodálkozunk ezen? Hát egy ilyen kis településről mi várható, amikor ennyifele szétforgácsolódunk. Inkább azon kell próbálkozni, hogy ezeket összefogni, hogy ne szétforgácsolódás legyen, hanem ez a sok, ez egy egység legyen. Támogassa egyik a másikat, igen. Mint ahogy a gondolat elején is mondta, álmokra mindig szükség van. Én kívánom önnek, és nem csak önnek, hanem a település minden lakójának, hogy legyenek álmaik és elképzeléseik, és abból egyszer csak majd valóság lesz, és én bízom benne, hogy ezek valóra fognak válni Beregfürdőn. Köszönöm szépen, és ha lehet egy kérésem, most a tévén keresztül a nézők felé, hogy segítsék ebben Beregfürdőt, beregfürdőjeket, segítsék a polgármestert is, hiszen ez nem egy egyszemélyes vállalkozás. Ez csak akkor működhet jól, hogyha minden jó szándékú ember elmondja jó szándékkal, ez fontosnak tartom, hogy jó szándékkal elmondja a kritikáit, észrevételeit, ebből lehet épülni, ebből lehet megvalósítani valamit. Ha lehet kérni valamit, akkor ezt kérem a tévénézőktől. Én kívánom, hogy így legyen, hogy ön tudja a szálakat irányítani, és sok-sok segítője legyen abban, hogy Beregfürdő folyamatosan fejlődjön, és mindannyiunkat várjon. Ne csak nyáron, hanem az év többi időszakában is. Így van. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmüket.